abba kezdjük ezt el. Na hát, hello, sziasztok! Ez most itt egy kicsit más dolog lesz, mint amit eddig megszokhattatok. Ez egy, hát leginkább egy vlog lesz, amit itt nálam a YouTube csatornám, illetve a Facebook oldalamon követhetek meg figyelemmel. Hogy miért lett ez így, meg miért lesz ez egy picit más, mint amit eddig megszokhattatok. De egyszerű a történet, ugye, annak idején valamelyik, vagy egy pár tesztben, vagy nem is tudom, hogy valahogy szóba került az, hogy ugye nekem a Hungarian Quad Challenge, az a bajnokság, ahol idén indulok. Hál' Istennek, a barátaimnak, meg a támogatóimnak. Ugye az olyan helyszíneken lesz, ahová tök jó lenne, hogyha saját magam tudnám vinni a kis verseny Polarisomat. E célból pedig tökre bezsongtam, hogy milyen jó lesz. Veszünk valami normális terepjárót, ami tud vontatni rendesen. Ráfér ugye ez a 700 kilós gép egy könnyű trélerre, és el is tudja cibálni, tökön passzuljon, akár ilyen időben is a felázott sárban. Nagyon jó, el is kezdtem nézegetni, keresgélni, lett egy pár fix típus, amiket így megnézgettem, nézegettem, nagyjából ilyen 1-2-1,5 millió forintig bezárólag. Ezt valahol beszéltem is erről egy pár tesztben, vagy említettem. Ki is volt nézve már, utána túrtam, Jeep Grand Cherokee, Ford Explorer, nem, igazából nem számított az, hogy mennyit fogyaszt, mert nem jártam volna vele sokat amúgy sem. Másrészt meg hát ez van, ez az ára annak, hogy kicsit talán terepjározzunk. Na mindegy, szóval ez több mint egy fél éve ment már itt a keresgélés, figyelgetés, eladtam a BMW-t, összerakódott rá egy kicsit a lóvé, lett volna, körbejártam, van hozzá ember, aki megvan a típus ismerete, stb. Meg is néztem egy jó párat, elég sokat. Míg nem, aztán egy szép napon valahogy ez fülébe jutott a SsangYong hazai importőrének, felhívtak, hogy ők ezt tudnak erről a dologról, és mit szólnék, hogyha ők beszapportálnának egy Rextonnal. Első gondolatom az volt, hogy de bátor, hogy ezt így bemeri vállalni. Nem ide, nézzük meg. Amúgy is a Rextont amúgy figyelgettem, mert nagyon sok barátom van, akik trélereznek, nemzetközibe és stb. Autómentőznek, többen is használják még a régebbi 5-hengeres Merci dízellel szerelt változatot. És úgy nagy vonalakban azért elégedettek velük. Strapabíró, alvázás, sokat cibál, kényelmes, jó felszerelt. Alapvetően nekem se arra kellett volna ez az autó, hogy majd én ezzel villogjak, valamiféle státuszszimbólumként használjam, mert pont leszarom. Igazából egyáltalán nem érdekel ez a fajtája a dolgoknak. Státuszszimbólumként majd egy 1937-es Hispano Suzát fogok használni, hogyha megnyerem a Lotto 5-öst. Nem egy 1 millió, 1,5 millió forintos lerúgott terepjárót. Na tök mindegy. Az a lényeg, hogy kimentem velük beszélgetni. Amúgy is figyelgettem, a Rextonból már tök jót lehet venni. Istenem, hogy SsangYong. Nézzük meg, hogy hová jutott a Kia meg a Hyundai. Szóval lehet köpködni a koreaiakat, de azért szerintem már erősen ott vannak, ahova valók. És hát úgy fejeződött be az egész sztori, hogy ők bevállalták azt, hogy egy évre kölcsönadnak nekem egy Rextont, ami ugye már volt tesztautó, volt flottás autó, vagy hát így használták már mindenhol, de hogy ők ezzel így megszaportálnak. Nyilván az elején lefektettük, hogy oké, srácok, tök jó, nagyon szívesen használok én egy évig egy G4-es SsangYong Rextont, ugye ez a legfrissebb, ami még kapható, de azt azért szögezzük le, hogy én nem azért ülök tesztautóba, hogy én valaki előtt vagízzak, én igazából pont leszarom, mert van elég saját autó, mert eljárkalok én azokkal is, vagy veszek magamnak, hogyha úgy van, megdolgoztam érte keményen. Úgyhogy ne várják el azt cserébe, ez is ez a magyar cserébe, tudjátok, hogy majd én az egekig fogom magasztálni, vállaljátok be, mondtam az Attilaéknak, hogyha ezzel bármi történik, vagy valami, én ezt végig fogom logolni, hogy egy kicsit átadjuk a használati tapasztalatokat,
ez alatt az egy év alatt azoknak, akik esetleg ilyen autót használnak, vagy ilyen autóba gondolkodnak, fenntartási költségek, problémák, pro és kontra dolgok, hogyha ezt tudjátok vállalni, akkor vágjunk bele. Azt mondták, hogy jó. Hát és akkor így alakult, hogy elindítottam itt ezt a kis vlogot, aminek egyszerűen Élet a sárkánnyal lesz a neve, hiszen a Sang-yong, ugye a két sárkány után, most ez egy sárkány, bár hiába van kettő az orrán, legyen így, csak ilyen kis hazai, házi sárkány. Úgyhogy végül is így kötött ki nálam ez az autó, ami 35 ezer kilométert futott. Nyilván ez nem tűnik soknak, de mivel ez egy bemutató autó volt, meg a sajtómunkatársai is használták, meg hát mindjárt nyúztak, úgyhogy ez nyugodtan a háborús évek kettővel számítanak. Kétszeres szorzóval esnek latba, úgyhogy ez a 35 az elég intenzív kilométer volt. Két dolgot kértem tőlük. Egyrészt, hogy vegyünk rá legalább egy AT-s gumigarnitúrát, újat, mert én azért szeretném olyan helyen is használni, ahová ezek a SUV-ok életükben nem ütnek el. Elég nagy ahhoz, hogy szundízzek benne egy jót, elég nagy ahhoz, hogy ki tudjak vele menni horgászni, vagy el tudjak menni a gyerekekkel az erdőbe, vagy el tudjunk menni valami kretén helyre kempingezni. Onnan meg jó, hogyha ki is jön, és minden terepjáról annyira jó, amennyire jó rajta a gumi. De mondtam, legalább egy AT-s gumit, hogy azért közúton sörüljünk meg az ajtó, MT nem kell, de legalább egy AT-s gumi legyen, és természetesen a vonó horog, hiszen 3 tonnát tud vontatni, tökéletesen elcibálja gond nélkül a kis Polariszt. Mondták, hogy jó, találjunk ki rá valami dekort. Mondom, jó, találjunk ki rá valami dekort. Megterveztem így ezt nagyjából, azért lett ilyen, majd mindjárt megmutatom itt a hátam mögött, mert nagy mértékben hasonlít ez a fajta digitális szürke kamuflázs arra, ami a Polarison van, és így elképzeltem, hogy milyen jó fog mutatni együtt a kettő. De hát nyilván nem telt el ez a dolog, anélkül, hogy ne ástam volna magam bele. Úgyhogy a következő hetekben, hónapokban nyilván ez az autó fel fog tűnni már mindenütt a speedzónon is, hiszen alapvetően az a munkám és azt szeretem, de igyekszek majd rendszeresen tájékoztatni titeket mindenféle random helyről, ahova éppen itt a kis GoPro-mat meg a mikrofonomat le tudom szúrni. Ha éppen történik valami, akkor jönni fogok. Ez most itt az első rész legyen. Sosem mosom le magamról, hogy vlogger, most annyira utálom, amikor így neveznek. Na mindegy, szóval van nekem rendes szakmám. Tök mindegy. Úgyhogy így kötött ki nálam ez a Rexton. És hát most már hát csak nem 1000 kilométert belerakta, meg annak idején volt nálunk tesztautóként is. És hát vannak tapasztalataim, vannak pro és kontra érveim. Úgyhogy gyertek, most lepattintom onnan azt a kis kamerát, aztán megmutatok nektek ezt meg azt. Mindjárt itt a hangot ezt így leholdolom. Remélem ilyenkor is rögzít, természetesen. Szuper jó. Veszem a kis táskámba, közben leparkoltak a hátam mögé. Édni. Mert ezt vinni kell magammal. Úgyhogy lehet itt köpködni, meg eladtad a lelkedezni, meg az egyéb baromságok. Erről szó sincs, akik ismernek, azok tudják. Meg tudják ezt a szangyongosok is. Hello, szia! Úgyhogy Pityu most egy évig ezt használja, nyilván a tesztautók mellett. Tök jó lesz, mert tudjuk vele cibálni a kis kompakt BMW-t, a 24 órásra nem kell a Peti sokat látó sprinterét nyüstölni, ez vígan elszalad vele, tudom vele cibálni a Polariszt, 7 üléses, tök jó, elférünk benne, és hát nyilván ebből adódóan azért vannak előnye is, meg hátrányai is. No de, nézzük sorba, hogy mivel is dolgozunk. Ezt most én innen leveszem, és megmutatom nektek. Szóval ez lett a vége, hogy... Ja, és hát nagyon fontos volt, én jeleztem nekik, hogy gyerekek, ez nem dísznek lesz használva ez az autó, úgyhogy ezt rá is írtuk, hogy ez nem dísz. Ha mondjuk már dísz csak azért se lehetne, mert hát valljuk be őszintén azért, hogy is mondjam, nem a formatervezés Monica Bellucci-á, vagy hogy is mondjam, hát egy ázsiai orr, ami most hát annyira nem menő ugye a koronavírus miatt, de azért sokkal jobb, mint volt. És gyönyörű szépen le is fóliázták Moson-Magyaróváron, nézzétek meg itt a kis ilyen légterelő lapkákba is szépen, ezekben a hajlatokba is behúzták a fóliát. Hát egy jó nagy autóról beszélünk, hogy ez a G4-es Rexton, az összes műszaki leírást elkértem tőlük, hogy azért ne legyek már teljesen hülye hozzá.
Rájta van ugye Facebook, meg Instagram, meg minden, ami ilyenkor kell igazából. Lófasz nem értek hozzá, mert sose jártam még ilyen autóval. De ezeket a dolgokat rá kell írni. Nekem ezzel nincsen gondom, meg azzal sincs gondom, hogy egy Ssangyongba ülök. Nem villantani kell, hanem használni. Itt vannak az AT gumik, na most nyilván itt majd ebből is kirobbannak majd hitvitek, hogy miért ezt raktáltok fel, miért nem a Goodrich-ot, meg miért nem a Yokohama, miért nem a tököm tudja, azért, mert ez volt raktáron. Ez egy nagyon egyszerű válasz, ez egy Maxxis Bravo AT gumi, Novecento, szerintem öntisztuló képessége, illetve a kapaszkodó képessége így is jelentősen jobb, mint bármelyik másik utcai guminak terepen. És hát azért mutassuk meg, hogy tulajdonképpen ez egy alvázas súf, vagy terepjáró. Jó látszik, hogy lényegében vasúti sínekből van összerakva, és elég masszív. Szóval ezt nem fogok fosni, beleereszteni a legnagyobb dzsindzsába. Nagyon szimpatikus, hogy nincs rajta kamufellépő, ami csökkenteni a hasmagasságot, hanem szép, szép nagy darab autó. Nyilván ebből adódóan a terepjáró képessége is korlátozottak, hiszen hosszú tengelytávú autóval könnyebben fel tudunk majd akadni. Van rajta szöcske, tikkat szöcskenyájak legelésznek rajta. Ez szerintem jó néz ki ezzel. Nem tudtunk rá lemezfelnit szerezni, mert egyszerűen nincs. Úgyhogy mondtam, hogy jó, hát akkor ez lesz karcos. De alapvetően, ami szimpatikus volt első blikre, hogy egész magasan kezdődnek a kötfényszórók. Szóval itt azért van egy 40 vagy 50 centi a föltő, nem fogja beverni a kavics. A főfényszórók meg aztán tényleg teljesen magasan vannak, és hát egy nagy autóról beszélünk. Egyedül a rendszám van, szerintem a kelleténél lejjebb, de hát aminek le kell esni, az már leesik. Nyilván nem kemény terepre fogok vele menni, nem Somogy Babodot fogom vele megmászni, mert arra nem való. De azért megmutatjuk, hogy nem véletlenül gyártanak már ezek 60 éve terepjárót. Na most, ami pozitívum, és egyben negatívum is, az, hogy nagy. De úgy nagy, hogy Audi Q7 szinten nagy. Épp ezért, jaj, de jó, hogy nincsen elektromos csomagtartó, nem romlik el, viszont ott van egy kis tolatókameránk. Épp ezért bődöletesen nagy a csomagtartója, még úgy is, hogy igazából 7 üléses. Hát kicsit koszos, majd ide rendszeresítenem kell egy pokrócot, ez még nem jutott eszembe, amikor belevágtam a versenyülést meg a 4 gátlót, de hát már kiporszívózom. Ami pozitívum, hogy tényleg rettenet nagy a csomagtartója, hogyha azt a 2 ülést én lehajtom, akkor ebbe pityú vígan elalszik, mint kis Balázs, és hát ugye itt van ez a kihajtható 2 ülés, ami szükségülésnek azért egész hedonista, de felnőtteket, nagyobb darab felnőtteket nyilván ne ültessünk ide, viszont a gyerekeim valami furcsa okból kifolyólag imádnak itt a harmadik sorban üldögélni, és azért külön megörültem neki, hogy még a harmadik üléssorba is jut klímaszabályzó, meg egy 12 voltos ájzat. Itt jön be ugye a levegő, úgyhogy ezt tudják itt maguknak kapcsolgatni, nyilván akkor, amikor apa éppen nem pakolja tele. Várjátok, ezt visszahajtom. Itt van a szerszámos doboz, itt a kis övet, azt ide be lehet csattintani, hogy ne zörögjön. Nyilván azért látott már ez az autó mindent, de úgy gondolom, hogy ettől még ez nekünk tökéletes lesz. A csomagtér ajtó az nyílhatna magasabbra, mert csak akkor tudok felállni, hogyha beállok ide ebbe a gödörbe. Itt meg, hát most itt Makita szerszámok lapulnak, ezeket vissza kell vinnem a boltba, Budaörsre. Szóval méretileg azért megvagyunk, hát pont emiatt ugye elég macerás vele parkolni. Nem egyszerű vele a parkolás, nyilván ilyenkor azt mondjuk, hogy hol parkolok, hát ezzel, ahol akarok. De azért ez messze nem így van. Viszont, hát igen, kicsit ki kell takarítani. Viszont ez a fullos Rexton 11,5 millió forinté lehetett annó elvinni. És ez egy nagyon-nagyon jó ár, belegondolva, hogy abban benne van már olyan, hogy kétfokozatú hátsó ülésfűtés. Nyilván a hátsó bejutás az annyira nem szopás, ugye itt kell még ezt a kart meghúzni, és akkor fel tudod dönteni így az egész ülést. De most kibasztam magammal, mert... így. És természetesen a támla is több, a dőlés szöge is állítható több fokozatban. Van egy teljesen kultúrált pohártartónk, jókor a könyöklönk, és hát azért helyjel azért nagyon jó el vagyunk látva. Nyilván
csodálkoznánk rajta, hogyha nem. Az alvázból adódóan, alvázas felépítésből adódóan elég magasra kell föllépni. Szerencsére itt segítenek a kapaszkodók, viszont előről hiányoznak az áoszlopról. Oda beszállni, ide beugrani annyira, azért annyira nem egyszerű. Viszont amit nagyon szeretek benne, az az, hogy van itt egy USB, van itt egy 220-es csatlakozó, úgyhogy járó motornál nyugodtan fel tudom tölteni a laptopot. Megvan a két légbeömlő itt az utasoknak. Tetőablak, ledes világítás, és egész jó ez a barna bőrkarpit, ez még demónak a pulcsi, ami itt maradt. Nála voltunk lent tegnap, és a harmadik sorba is jutott kis lampeszkú. Hoppá, hoppá. Nyilván tele van légzsákkal, amit műszakilag még amúgy tudni kell róla, bár ma kicsit belerohantam ebbe a beltérbe, hogy az orrában az az osztrák AVL által fejlesztett 2.2-es 180 lovas vagy 177 lovas turbódízzel dolgozik, ami start-stop nélkül is tudja az Euro 6-ot. Itt van szépen hosszába berakva. Tudjátok, ez az a cég, ahol annak idén nagyon magas pozíciót töltött be. Majd mondjam már hirtelen, mit eszembe. Ja, Hanula Barna, igen, bocsánat Barna, reggel van még. És hát emögött a motor mögött a Mercedesnek a 7G-tronic váltója van. Ezt sokan nem tudják, de ebbe bizony egy az egyben a 7G-tronic Mercedes váltó van. Egy kapcsolható összkerékhajtással, illetve egy felezővel. Ezért nem is kőkemény off-road terepjáró, de azért sokkal többet tud, mint bármelyik díszes SUV. Ezzel nyugodtan. Már meglátjuk, már fogom én ezt. Beállítottam, hogy hátra komfortbezutás legyen, hátra csúszson az ülés, tehát végtelen számú beállítási lehetőségünk van. Itt van a 4 elektromos ablak, elektromos tükör, nyilván fűtött-hűtött ülés van elől is, és hát én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy ez már ennél jön nem sokára az új Rexton elméletileg, de hát nagyon sokat nem kell rajta átdolgozni. Ami tetszik még rajta, hogy tök szép itt a bőrrel bevont műszerfal. Hát a zongora laktóhoz is sikítok. Valljuk be őszintén, azt mindig takarítgatom, mert nagyon nem szeretem, hogyha össze van fogdosva. Meg nem szeretem a koszos autót. Ennek egy picit ez ellent mond, de mentségemre legyen mondva, nagyon ramagy az idő, és azért tegnap óta nem volt időm kitakarítani, mert késő este értem haza. Egy Algoflex, egy autópályamatrica. Itt van egy könyöklőnk, ami jó széles. Tényleg jó rajta testpedni. Kultúrált azért ez a dolog, hogy beindítom. Na jó, te most légy szíves, csituljál el. Ja, itt a kis. Van multikormányunk, fűtött hangvezérlés, hát nyilván azt a kutya nem használja. Innen a másik oldalról pedig ugye itt ezt a központi kijelzőt tudjuk vezetni. 11 literes átlagfogyasztást ír most városba. Ezzel együtt tudok élni. Azért nem kis autóról beszélünk, mert 2180 kiló. Így, hát itt különböző módon tudjuk megjeleníteni a sebességet. A sávelhagyás, ugye sávtartó nincs, sávelhagyás figyelmeztető van. Egyáltalán nem bánom, hogy nem rángatja a kormányt. Itt a média dolgot tudjuk kezelni, váltani az egyes bemenetek között. És hát akkor innentől kezdődik ez, hogy a világ mindenét be tudod állítani, mennyire világítsanak a mutatók. Yes. Hol térfigyelő, ráfutás gátló, keresztforgalom figyelő, táblafelismerő, minden jó csinadratta benne van a dashboardnak a language, hogy milyen nyelven beszéljen. Automatán csukja le a csomagtartót, automatán nyissa ki. Hogy a gombot nyomva tartva felhúzza az ablakokat, vagy ne. Leaving home, coming home, approach lamp. Még az indexnek a hangját is mennyire döntse le. Ez egy nagyon hasznos feature. Azt mutatja, hogy ha rükvercet teszel, akkor hány fokban döntse meg a
vezető oldali tükröt, illetve az utas oldali tükröt, és külön tudod beállítani, hogy mondjuk a sofőr oldalt azt ne annyira, de az utas oldalt azt meg döntsek, hogy ne patkázzuk le. Itt van, hogy húzzá-e, hogy mutassa-e azt, hogy mennyire van kitekerve a kerék. Ez nagyon hasznos akkor, amikor úgy állsz be vele olyan helyre, hogy nem tudod merre áll, ez megmutatja. De hát van itt minden, minden, minden tudsz állítani, még az indexnek a hangját is. Kussolja már te meg el. Szóval azért, amikor a dzsungel köszön vissza a hangerejét az indexnek, Jézusom, de tényleg, a parkradarét, a holtérfigyelőt, mindent, mindent, ezt most már így beállítottam magamnak, de azért ezzel azért el voltam. Itt tudjuk kapcsolni, szintén tetszett ez a megoldás, ez már annak idején a tesztben is, ugye itt tudom kapcsolni a hátsó 220-asat, hát igen, villásdugalját. Itt pedig a leghátsó sorba tudom külön bekapcsolni a klímát. Ekkor elől nincs, hátul viszont működik a befújás. Így. Automata előválasztó, ezzel lehetne pöckölgetni leföl, váltani a fokozatok között, de jól teszi a dolgát, finoman, szépen vált, és akkor van egy ilyen egyszerű üzemmód választó. Hátsó kerék, nem úgy tudja, vízen, csak nem akarom elkoptatni a gumit. Összkerék, felező. Autoholder szépen működik, megfogja az autót, és akkor itt van egy USB-nk, van egy 12 voltos vezetünk, meg egy másik, fűtött ülés, és hát igazából, ja, ezt meg is mutatom, majd fölteszem mindjárt ezt a GoPro-t ide oldalra, és akkor majd meglátjátok, vagy mutatom nektek innen, mert ez így egyszerűbb. Hogy most rádugom a telefonom. Android autót természetesen tudja, és itt is a jó Istent is be tudsz állítani. Apple CarPlay tud, Android autót tud. Kijelző fényerejét tudod állítani. Színeket, a beltéri világítás színeit, amikor úgy itt világítanak, azt nem. Hát vettem be egy ilyen kis illatosítót, már volt már benne oroszlánszak, de majd elviszem a Tomékhoz kiganézni. Egész jó szól a hifi-e. Mindjárt rászúrom magam itt a Android autóval. Így. Hoppá, bocsánat, rángatás, én tudom, hogy nem szeretitek. Így, és itt már meg is jelent. És akkor kész. Puff, ennyi az egész. Ennyi. Semmit nem kér. Ott van. Ennyi, fixen. Örökre megjegyzi. Nincsen para. Jó, látjátok, hogy itt vagyok a szerkesztőség mögött. Mindjárt teszünk be mondjuk egy A.Q tiptől a Vibrant Think szól. Ez egy nagyon kedves. Jó, hát nem valami jó minőségű a felvétel, de ezt már mindjárt lehalkítom, mert aztán letilt a YouTube. Hát itt egy kicsit azért érződik még, hogy azért távol-keleties ez az ezüst berakás, de összességében egy nagyon jól összerakott zájmentes cucc. Vastag szivacs van még itt is. Elektromos tetőablak. 11,5 millió forinté, hogyha túl tudod magad tenni azon, hogy a memóriás ülés megjegyzi, ez is elektromos. 11,5 millió forinté, hát kevés jobb vétel tudok per pillanat a piacon, hogyha egy ilyen rendes nagyméretű SUV-ot akarsz, mint amilyen ez. Na, mindjárt felszúrom magam ide, az oldalablakra, és akkor tudjuk folytatni. Hopp, megvan a felvételkészítést. Ja, hát a terepszöget azért befolyásolja. Ilyenkor is kulcs a zsebemben van, akkor sípol, hogy hellóka van. De szépen tisztán jár. A terepszöget befolyásolja itt egy picit ez a hátsó túlnyúlás, de még mindig jobb, mint a pick-upoknál. 24 fok. De hát műanyag az. Elrakjuk föl ide.
Édni. Pityu fölrakja, egy kicsit most engem fogtok nézni, de ez már mindjárt elmúlik. Édni. Jó, ne parázzál már. Tökéletes. Na, mehetünk tovább. Jó, kussoljál, már itt vagyok. Ja, nagyon, nagyon praktikus a gumiszőnyeg, annak én örülök, hogy van benne. Főleg ilyen locspocs időben. És hát rengeteg tároló helyünk van, az ajtózsebek nagyok. Nincs ezzel a gyerekek semmi baj ezzel az autóval. Nyilván menet komfortját azért befolyásolja, hogy állvázás. Ide teszem a kis táskámat, megnézem, hogy rögzítem még a hangban, ilyenkor. Még most külön rögzítjük, de majd jön egy kis rögzítem. Szóval a menetkomfortot azért befolyásolja, hogy állvázas autó. Ezt is kétféle hátsó futóművel lehetett kapni, ugyanúgy állvázas felépítésű az összes kivitel. Ennek oldalanként van 5-5 ilyen kitámasztó lengőkárja. Elől meg egy kettős kereszt lengőkereset, nyilván, ahogy az állvázas autóknál ez lenni szokott. Futóművet találunk, de ettől még ez nem lesz adaptív futóműves Audi, vagy Ermatic Mercedes. Érezni az állvázas építésből adódó remegést. Viszont a másik oldalon meg engem ez azért megnyugtat, hogy amikor beviszem a susnyába, vagy hogyha leér egy bakhátom, vagy valami, akkor nem tépi le ott a szakramentumot is magáról, meg 87 jeladót egy mozdulattal, hanem felül arra a két vasúti sínre, ami a hossz merevítő, aztán szépen végigcsúszik rajta, vagy átviszi a lendület, és legrosszabb esetben is majd arról egy kicsit lejön a politúr. Na hát, aztán ez ilyen. Ugye mondtam, hogy 35 ezer van már benne. A kolléga kicsit nagyobb lendülettel érkezett a kelleténél. Hogy 35 ezer van már benne, és nyilván a szervizelést vállalták a szangyongosok, de azt már most mondom, hogy szerintem egy jobb első kormány összekötőt kell cserélni, vagy legalábbis nézzük meg, mert szerintem már lóg, de hát ez egy nagy, nehéz autó, amit hát nem is nagyon kímélt senki, meg föl kell rá tenni még a vonóhorgot, meg bekerülhetni a forgalmiba, úgyhogy amíg én kint vagyok Amerikában és forgatunk a srácokkal, készülnek a Nemex Speed Zone epizódok, az alatt az idő alatt ők összerakják. Úgyhogy ha a következő 3 hétből, nagyjából március 20-áig látjátok ezt az autót az utakon, akkor nem én vagyok. Nem én vagyok, bárki is garázdálkodik vele, az nem én leszek, tutira, mert egy másik kontinensen tartózkodom. Szóval reggel hidegben érezhetően azért karcosabban jár a motor, hallatszik, hogy még nagyon az elején vagyunk a napi történéseknek. Olyankor én nagyon finoman, ezt nem muszáj utána csinálnotok, én így próbálom meg kímélni, eddig ez bevált, tényleg csak a saját tapasztalataimat mondom. Nagyon finoman bánok a gázpedállal, nem csak a motor miatt, hanem ilyenkor a váltóba is nagyon be van sűrűsödve az olaj, nem szeretném, ha bármi baja lenne. Tényleg negyed gázzal gurulunk el az iskoláig, óvodáig, szépen váltogasson föl magának, kavarogjon benne meg az olaj, melegedjen be minden szépen, úgyhogy nagyon óvatosan, nem szabad ezeket hidegen rúgni úgy, mint az állat. Aztán ha bemelegedett, akkor aztán persze lehet vele haladni. Amúgy ez a 420 Nm, ami kijön ebből a motorból, azért ez nem rossz. Kicsit adok egy ilyen gázt, aztán már villog a kipörgésgátló itt kanyarba. Egész szépen lehet vele haladni, és csöndes. Ez a meglepő, hogy még ezzel az AT gumival is annyira jó az ájszigetelése, meg hát nagy a bódé, meg sok benne a vastag puhányag, amik ugye nyelik az ájt, hogy német autópályán ilyen kiló 60-nál is tök elviselhető a menetzáj, menetkomfort, 130-140-nél meg aztán végképp szépen csöndben lehet élvezni az utazást. Egyedül ez a, amikor átmegyünk az úthibákon, vagy a dilatációs hézegokon, azért benne van ez az állvázas remegés, ami miatt azok, akik nem nagyon értik a mikéntjét a dolognak, akár diszkomfortosnak is mondhatnák, pedig valójában nagyon puhán rugózik, tehát tényleg fékezünk, a gázt adunk, fölveszi az elejét, fékezünk, akkor azért bólint, fekvőrendőrnél, budapesti kátyukon, én első veszem a gázt, mert jó a fekvőrendőrnél néha, igen, hogyha olyan indokolt, azért nem akarjuk szétverni az autót, nem az a cél, hogy ezt most megalázzuk, meg a porig gyalázzuk, hanem az, hogy használjuk normálisan, aztán majd a végén húzunk egy vonalat, és merjünk kijelenteni, hogy most akkor ez jó, vagy nem. Szóval itt megyek egy rossz úton, rossz úton,
amit hallotok, az leginkább a csomagtartóban a három kézi szerszám. Ez igazán masszív cuccnak tűnik, nagyon magasan ülsz, széles az autó, van benne hely, nyilván ez a parkolás befolyásolja, de ezt már mondtam, de tök kellemesen, csöndben, finoman gurul, nagyon szépen gurul. Amikor az úthibákon átmész, akkor az érződik, hogy egy hatalmas nagy vastömeget cipelsz magaddal, igaz, alul. Ebből kifolyólag azért meglepően jól kanyarodik, mert ugye ez a nagy tömeg, amit ez a masszív alvász képvisel, ez ott összpontosul lent. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha nem ismerném még ezt kijelenteni, hogy this is the beginning of a beautiful friendship, de szerintem megleszünk, arra, amire nekem kell ez az autó, arra tökéletesen megfelel, sőt, megmerem kockáztatni, hogy egy komolyabb családi nyaralást is gond nélkül, ez a Fiat 500-as, de összetört, becsúszott egy busz alá. Egy komolyabb családi nyaralást is gond nélkül bemerek vele vállalni, akkor lemegy a fogyasztás azért 10 liter alá autópályán, hogyha épp elmélyűen közlekedik vele az ember, hely bőven van benne, szükség esetén tényleg 7 személyes, és nem rohadnak meg azok se, akik a leghátsó sorba ülnek. Nyilván túl kell magunkat tenni azon a pár dolgon, amit egy 3 vagy 4-szer ennyibe kerülő prémium termékbe nek már nem néznénk el, ezt az ezüst betétet, a zongoralakkot, de alapvetően úgy gondolom, hogy ez nem dísz. Ez az autó, ennek tudnia kell azt, amire tervezték, minden adottsága megvan hozzá, bár soha nem szabad megfeledkezni a méretéről, mert nagy. És ezt terepen is észben kell tartani, vagy ha elég, ha egy dűlőútra lemegyünk, hogy ezt könnyebben megtalálja a fág, ezért nem is baj, hogy van rajta fólia, könnyebben meg tud karcolódni. Nagy a tengelytáv, bak hátra jobban felül, akkor majd ott lendületet veszünk előtte, hogy átbillenjen, de én úgy gondolom, hogy egész jó megleszünk, aztán majd kiderül, egyelőre mondom így 35.496 kilométeresen, ami egy kormány összekötőt az én már néznék, majd megkérem a srácokat, hogy amíg nem vagyok itthon, nézzenek már rá. De eddig így, ez így teljesen megfelel. Hát volt már nálunk tesztautónként, nagyjából tudtam, hogy mibe ülök, és szerintem azért fog ezt tudni futni ezzel a Polarisszal. Külön jó, hogy attól függetlenül, hogy utólag szereljük fel rá a vonóhorgot, a gyárit teszem hozzá, attól függetlenül nem kell olyan költséges beavatkozásokba bonyolódni. Na, itt már nem férek el, úgyhogy bemegyek az irodaház mögé. Nem kell olyan költséges beavatkozásokba bonyolódni, mint rengeteg mai SUV-nál. Hogy mire gondolok ezzel? Hát például, nem tudom, tudtátok-e, de hát most nem akarok mondani típust, de mondhatok nyugodtan, konkrétan az X5-ösnél van olyan, hogy még a differenciálműve is más annak, amelyik vonóhorgos, nem beszélve arról, hogy más a hűtője, nem ritkán ezek a SUV-ok gyárilag vonóhorgosak kapnak egy plusz olajhűtőt a váltóhoz, úgyhogy ha te utólag akarsz vonóhorgosítani egy olyan autót, ami alapvetően nem volt az, akkor azért bele tudsz szaladni a 7-jegyű számba elég könnyedén. Ez meg valahogy úgy lett kitalálva, hogy azért se tudok már beállni, hogy erre egyszerűen felrakod, azt így van kész, ahogy kijött a gyárból, és ez hosszú távon azért nem mindegy. Úgyhogy ja, meglátjuk. Bármilyen észrevételetek van ezzel a kis formátummal kapcsolatban, azt nyomassátok, kommenteljétek ide, meglátjuk, hogy fog alakulni az együtt élésünk a sárkánnyal, ezzel a nagy böhömmelákkal. Nem egy városi autó, az kurva élet, de minden. Ezt akartuk, akkor ezt kaptuk. Azért bátor, hogy ezt csak így bemerték vállalni. Na mindegy, Pityu nem lesz kíméletes, mert aztán semmi érdeke nem fűződik hozzá. Ez az élet. Hogy te hova az anyámba parkolja, minden helyünk foglalt? Hát hova? Hát bárhova. Na jó, mindjárt kiállok az utcára, csak leállítom ezt a felvételt. Figyeljétek, jövök még vissza, megnézzük, hogyan férünk el benne, hogyan lehet benne cibálni, hogyan lehet benne aludni, milyen terepen, milyen nem terepen.
Használjuk arra, amire van, kihasználjuk a csomagtartót, kihasználjuk a cuccoló képességét, és hát szépen vezetjük majd az elektronikus pénztárnaplót. Ez volt az első rész az élet a sárkánnyalból. Ha érdekel, akkor iratkozzatok fel, ha nem, akkor meg értelemszerűen majd átugorjátok, amikor ilyesmi jön. Béke veletek, szevasztok!